Cibak. A tét az, hogy Magyarország és a jászság elveszhet. A Fidesz-KDNP jelöltje szerint gyermekeink szabad jövője felett fogunk dönteni április 8-án. Választanunk kell, hogy polgári Magyarország épül tovább, vagy bevándorló ország leszünk. Pucs János szerint a képlet egyszerű, ha Brüsszel és Soros dönt felettünk, akkor megvalósul a betelepítési program, lebontják a határvédő kerítést és hazánk bevándorló ország lesz. A Fidesz-KDNP jelöltjei ezzel szemben, ahogy eddig már bizonyítottuk, megvédtük az országot, megvédtük a jászságot, meg fogjuk tartani a kerítést, küzdeni fogunk a betelepítéssel szemben, küzdeni fogunk a Soros Birodalommal, és küzdeni fogunk Brüsszellel szemben, ahogy eddig is tettük ezt sikeresen. A választás tétje Magyarország és a jászság jövője. Ennél részletesebb víziót is vázolt a jelölt, mint mondta, a külföldi tulajdonú cégeket kötelezni fogják a migránsok foglalkoztatására az olcsóbb munkaerő reményében. Amihez kapcsolódik még az unió presszionált a szociális ellátás, ami betelepített fejkótaként 9 millió forint. Ennek finanszírozására készen áll Soros uzsorás bankrendszere, de a magyar költségvetés csak úgy képes erre, ha elvesznek egy havi fizetést és egy havi nyugdíjat a magyar adófizetőktől. Mi már bizonyítottunk. Szembeszálltunk a Soros hatalommal, szembeszálltunk Brüsszellel, munkahelyeket teremtettünk, egészségügyet építettünk, az oktatást fejlesztettük maximálisan. Mi ezen az úton szeretnénk tovább menni. Április 8-án még mindenkinek van lehetősége, esélye arra, hogy megakadályozzuk, hogy Magyarországból újra egy eladósodott országot csináljanak. A jelölt kiemelte, hogy mint eddig is bizonyította, számára a jászság és a keresztény Magyarország az első. Így kéri, hogy április 8-án szavazatukkal támogassák egyéni mandátumát és a Fidesz-KDNP listáját. Ránk nézve teljesen pozitív.